előre megyünk, és reméljük, hogy Milánóban már olyan erősek leszünk, hogy ne lehessen megkérdőjelezni bármit, belenyúlni a versenyzésünkbe. Bár sporttörténelmet írt, és olimpiai címvédőként érkezett a téli olimpiára Liu Shaolin Sándor, mégis ez az olimpia úgy ért véget számára, amire igazán nem gondolt volna, pedig éremmel a nyakában tért haza. Az elmúlt néhány napban interjúról interjúra mentetek, és hát gyanítom, mindenki ugyanazt kérdezi, sikerült-e feldolgozni az érmedet. Éppen ezért egy kicsit menjünk ennek elébe. Te igazságos olimpiának tartottad ezt, hiszen azért nagyon sokan azt mondták, hogy viszlát soha többet. Azt hittem, hogy valamilyen poénos kérdést fogsz bevágni. Igazából tényleg nagyon sokan kérdezik újra és újra ezeket a kérdéseket, és ezen gondolkoztam, hogy milyen nehéz volt ezt feldolgozni, hiszen nem ugyanolyan nehéz, mint ezeket a kérdéseket. Mindig egy kicsit újra előjön. Úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan fel kellett dolgozni ezt az egészet, hiszen két nap után már újra versenyeztünk és döntőt korcsolyáztunk. Sikerült utána egy olimpiai csúcsot korcsolyáznom, ami egy óriási nagy lendületet adott, és úgy gondolom, hogy ami kint történt, azt kint kellett hagyni, és kint kellett felejteni. Reméljük, hogy a jövőben ez nem fog előjönni. Bár ugye említett, hogy ami kint maradt, az maradjon is kint, de azt elárulod, hogy mit csináltál mondjuk aznap este? Tehát, hogy te ilyen nyugodt fiúnak tűnsz, de ilyenkor az ember egy kicsit dühöng magában? Én nagyon nyugodt személyiségnek tartom magamat, tényleg abban a pillanatban nagyon nehéz volt feldolgozni az egészet, szerintem ilyen hajnal 3-4-kor tudtam elaludni, be kellett nyomnom egy altatót, és csak úgy tudtam elaludni, de utána másnap már jól aludtam, tényleg próbáltam elfelejteni, nagyon sokat ültem a szobában, gondolkoztam, hogy ez hogyan történhetett, miért velem, és ugye volt utána egy nyilatkozatom is, ahol azt mondtam, hogy egy zseni vagyok, és ez is egyfajta motiváció volt, hogy egy segítség, hogy túllendüljek ezen, hogy tényleg ez ilyen szituációkon csak a zsenik tudnak túllendülni. És hát a sors úgy hozta, hogy ennek köszönhetően, ha szabad így fogalmazni, Ádó kapott egy érmet a nyakában, mondhatjuk, hogy így családban maradt, akkor ez valami boldog szomorúság? Én hiszek a karmában, és tényleg nagyon örülök, hogy Ádónak sikerült nyernie. Én a negyed döntőm ugye nekem nem sikerült az 500 méteren, a mix zónából tudtam nézni a tévén keresztül Ádónak a negyed döntőjét, és akkor mondtam ott interjú közben, hogy megállt az interjú, megnéztük a futamot, és akkor utána mondtam, hogy nézzétek meg, ma Ádó meg fogja nyerni az 500 métert. Úgyhogy szerencsére bejött, és a pályám előtt tudtam neki szurkolni, és én voltam az első, aki felugrott a palánkra, és pacsizni akartam vele. Mennyire érezted egyébként hazainak az olimpiát, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen a kettő származásatok miatt, meg ahogy láttam az Instagramon, azért a kínai emberek odáig meg vissza voltak értetek. Igen, nagyon-nagyon szeretnek minket. Pyeongchang után az volt, hogy mindenki férjül akart minket venni, és el akarták lopni az útlevelünket, hogy maradjunk kint, és most se volt másképp. Tényleg nagyon sokan írtak, hogy szeretnék, hogyha ha hozzá mennénk. Nagyon-nagyon szeretnek minket kint Kínában, és tényleg egyfajta lendületet adott nekünk, és félig otthon voltunk. Nem kaptok ilyen megkereséseket a kínai szövetségtől, hogy akkor egy kicsit oda is kéne? Hát kicsit oda is kéne, és most valószínűleg remélem látták, és fognak hívni majd az 1000 méter után is. Nagyon-nagyon sok helyre hívnak minket, de inkább csak edzeni és együtt lenni.